Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket idei csángó estünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Lerner Zsolt alpolgármester urat, és külön köszönetet kell mondjak a Videóton Dolgozókért Alapítványnak, akik az este fő támogatója. Ezúton is köszönjük, hogy lehetővé tették a fiatalok ideutazását. Felkérem Lernár Zsolt alpolgármester urat, hogy mondja el köszöntőjét. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Székesfehérvár megyeügu város önkormányzata nevében. És külön köszöntöm a pusztinai kakasokat, hogy itt vannak újból városunkban, mint már ismert személyek. Pusztina egyedülálló abban, hogy a mai napig az egész falu megőrizte csángó identitását, a katolikus hitet és a falun belül a csángó magyar nyelvet használják maguk között. A falu védőszentje Szent István. Nagy szerencse, hogy Pusztinán szinte általános dolog a kiemelkedően jó zenei hallás, ezáltal a dalokon, zenén keresztül a nyelvet is könnyebb volt megőrizni. Erre építette Nyisztor Ilona a pusztinai gyermekek csángó magyar nyelvi fejlesztését is, és ezt tette lehetővé, hogy kultúrájuk bemutatásával a Kárpát-medencén túra is eljussanak. Nem véletlen, hogy Nyisztor Ilona elhivatott munkájával, amelyet falujáért és faluja kultúrájának megőrzéséért folytatott, a Magyar Örökségdíj után az Európai Polgárdíjat is elnyerte. Nagy öröm, hogy hozzájárulhatott városunk is ehhez a nagyszerű hagyományőrző munkához azzal, hogy a csángó gyerekeket és nevelőiket rendszeresen vendégül láttuk, ahol Nyisztor Ilona szavaival élve egy kultúracsere keretében tanították a fehérvári gyerekeknek dalaikat, táncaikat, meséltek szokásaikról. A csángó estek és misék szervezésével, amelyen a csángó kultúra iránt érdeklődő fehérváriak közelebbről is megismerkedhettek velük, a pusztinai magyar ház működésének támogatására is lehetőség volt. Idén a pusztinai kakasok néven szerveződött fiatal zenekar látogat el hozzánk. Ők a moldvai csángó magyar kultúra legfrissebb képviselői. Ezt egyébként a fellépés előtt ugye egyeztettük már. Akik szintén Nyisztor Ilona szárnyai alól nőttek ki, a nevet is ő adta nekik. A zenekar tagjai rendszeres résztvevői voltak a városi táborainknak, a szemünk láttára cseperedtek nagyszerű zenészekké, akik a csángó kultúra hagyományait felelősséggel viszik tovább, de azt is tudjuk, mindezt hogyan kell eljutatni a fiatalabb generációkhoz. A nyaranta szervezett pusztinai zenetáborban már ők maguk is oktató szerepben vesznek részt. Mindezt látva elmondhatjuk, jó talajba hullott az elvetett mag. A zenekar egyik alapítója, Bálint Róbert, korábban már az egész Kárpát-medence előtt bemutatkozott, hiszen a Duna Televízió felszállott a Páva tehetségkutató műsorának díjazottja lett. Robi remek érzékkel fogja össze és menedzseli a zenekart. A kakasok azóta kiegészültek egy csodálatos énekessel, Veres Mihaelával is, aki bár szintén pusztinai, már otthonosan mozog Budapesten is. Mihaela most végezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet, a Zeneakadémia után most a Pécsi Tudományegyetem néprajz kulturális antropológia szakán folytatja tanulmányait. Vele tovább bővültek a lehetőségeik, színesedhettek, gazdagodhatott a műsoruk. Köszöntöm végén, nem szabad elfelejtkeznem a szervezőkről, és köszönetet mondanom dr. Nagyné Ferenci Eleonórának, aki motorja a
az idei Csángóest rendezvényének, de nem csak az idejének, hanem szívügye az, hogy immár hagyománnyá vált kulturális esemény újra életre kert városunkban itt Székesfehérváron, és szintén köszönetet mondok Prekrit Judit asszonynak, aki alapjaiban segíti a határon túli anyaország és határon túli magyaroknak az együttműködését, a kapcsolatot, és idén Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért díjat vehette át az önkormányzattól. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a munkádat, és köszönöm szépen így a láthatatlanban a Videóton támogatását, hogy itt lehetnek közöttünk a kakasok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Az első során a pusztinai kakasok zenekart láthatják és hallhatják, akik autentikus pusztinai és lészpedi zenét és táncokat mutatnak majd be. A zenekar tagjai Bálint Róbert, furuja, kaval, tilinkó, ének, Beta Narcisz, furuja, kaval, ének, Veres Mihaela, ének, hújoktatás, tánc. Közreműködik Kosós Kinga, Kobzon és Werner Balázs dobon. Az est végén Komjáti Máriánál a Székesfehérváriak a Csángó Magyarokért Egyesület képviselőjénél lévő kalapban helyezhetik el támogatásukat a fiatal zenészek hagyományőrző munkájának folytatásához. A koncertet követően táncházzal várják Önöket a Városház téren. Jó szórakozást kívánunk! Nagyon nagy köszönetet mondok a sok szép szóért. Köszönjük, hogy itt lehetünk Kentek előtt, hogy megérkeztünk szinte 1000 kilométerre itt a színpadra, hogy énekeljünk, táncoljunk, és mutassunk egy kicsit az otthoni légkörből, amit mi tanultunk az otthoniaktól, és amit mi átvettünk, mint örökséget. Mielőtt szeretnénk elkezdeni a műsort, énekeljük el a magyar himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts felé. Kérem, ne üljenek le, énekeljük el a Csángó himnuszt is, mert hogyha már otthonról érkeztünk, akkor énekeljük el közösen is. Csángó magyar, még lettél Csángó magyar. Szakadt madár vagy te, elvetetve, elfelejtve. Egy pusztába telepettél, melyet országnak neveztél. De se országot, se hazád, csak az Úristen gondol rád. Idegen nyelvbe borít nyom, olasz papa
bocskák nyakadon. Nem tudsz énekelni, Gyóni, anyán nyelvén imádkozni. Ja, Istenem, hova leszünk? Gyermekeink, s mi elveszünk? Melyet apáink öröztek, s elpusztítják szép nyelvünköt. Halljuk még áld Magyarország, Úristenünk, te is megállt, hogy rajtunk könyörüljenek, s elveszni ne engedjenek. Mert bűnös magyarok vagyunk, még Ázsiából szakadtunk. Úristen, sorsunkon segíts, csángó magyart el ne veszítsd. Úristen, sorsunkon segíts, csángó magyart el ne veszítsd. Amen. Köszönjük szépen. Még mielőtt a koncertet szeretnénk kezdeni, egy megemlékezésképpen szeretnénk köszönetet mondani Beca Nárcsisznak, hogy eljött vélünk így is turnézni, mert az ő nagyapjája nemrég holt meg, és most lenne holnap a temetése, ezért így bevállalta, hogy eljön vélünk énekelni, megmutatni a hagyományunkat, amit őrizzük és tovább akarjuk vinni, és köszönetet szeretnék mondani, egy nagy tapsot, hogy még így is eljött annak ellenére. Akkor hallgassanak meg egy szép havajgatást. Oh,
Köszönjük szépen. Ennek a csokornak a végén egy gergelemet lehetett hallani, egy gergelemet. Következő műsorszámunk Hórákból és Szerbából fognak állni, amit igyekeztünk otthoni dallamokat hozni Pusztinából, amit jelenleg nemes fújják, vagy rég elfelejtettek jagamos gyűjtésekből 1955-ös gyűjtések alatt, vagy 79-es gyűjtésekből a Hungarikánán. Próbáltunk visszahozni a régi dallamokat, amit elfelejtettek, így hát hallgassák szeretettel. Kicsi madár nagy malomba, kicsi madár nagy malomba, búzát véve a szájába, nagy ablakon mi repülne, nagy ablakon mi repülne, jaj, elvitte minden kedve. Kicsi leján nagyot nőttél, kicsi leján nagyot nőttél, én azt
Köszönjük szépen. Ez csak egy kóstoló, hogy milyen lesz a táncház a műsor végén. Kis levegőt kell vegyünk, mert hát na, beletesszük a szívünket, lelkünket, mindent. Azért van a tánc, hogy az ember az összes bánatját, gondját, mindent elfeledjen, és ott legyen a táncon, hogy megtörjön az a csizma, van egy hújuktatás. Hajnalik, hajnalik, még a csizmám kifáslik. S ha kifáslik, bévarrom s ezt a táncot, kiárom. Ki van mondva? Nem busulom, hogy kivárom, kitörik a nyakam, és én táncolok. Na, szóval ilyen lelkülettel kell élni, csinálni, zenélni, táncolni. És akkor fog következni egy kis hóra kavalon, Bece Narcisztól, fogadjátok sok szeretettel. Szépen. Most hallgassanak egy altatót, amit nagyanyám, anyom, ahogy nálunk mondják, anyom repertoárjából tanultam volt, és a nagy része az énekeknek, amit pusztinaiak, azok otthonról az ő repertoárjából hoztam. Így a képeket nézve, most éppen nem ő van rajta, de majd, hogyha lesz, akkor megmutatom, hogy ki, mert saját gyűjtésem, vagyis pusztinai régi képek, fényképek láthatóak, hogyha van kedvük, nézegessék közbe-közbe, hogyha szeretnék. És hallgassák szeretettel ezt az altatót. Kicsi búbám bújjál.
búbája, mert olyan Isten verték vagyunk, anyámnak búbája. Apád a temetőbe magad a bűcsőbe nyugulj, 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 anyámnak árvája. Cserefa tégetek, gyermeket rengeteg. Nyugulj, 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 anyámnak árvája. Cserefának füstje, gyermeknek bűgése. Kihozta a könyvemet, megette a szívemet. Nyugulj, 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 anyámnak búvája. S olyan szépen nyugulj, anyámnak búvája, anyámnak búvája.
Csak érdekességképpen szeretném mondani, hogy gondoltam egyszer, hogy fújta anyom, hogy ez altató. Hát annyira keserves, annyira sírós, annyira altató, hát a gyermeknek, kicsi gyermeknek elénekelni az ilyen keserveseket. Nem értettem miért. Aztán rájöttem hát régen, mikor elmentek katonaságba, elmentek az apik, elvitték. Na, és maradt a gyermekvel. 3, 4, 5, 7, 10, 12. Mit csinálj? Régen nem úgy volt, hogy na, segítenek, vagy ha segítettek, és de ott magadra maradtál, mint asszony, hogyha úgy nézzük. És az asszony ilyen énekvel régebben, az énekben, a táncba, ezekbe tudták magukat kifejezni. Elmentek kapálni, elmentek szőlőt szedni, elmentek guzsajásba, mit csináltak? Énekeltek, meséltek, mondtak, beszéltek, és mondták ki magukból az egészet, mert így tudták magukból kiadni azt, amit ma nem tudunk, mert egyszerűen nem kommunikálunk, nem beszélünk, nem énekelünk. És mindenkit biztatok arra, én saját magam mondom, hogy énekeljenek, meséljenek, menjenek, találkozzanak, ha ugyanazt mondjátok tízszeres egymásnak, ugyanazt a napon, csak mondjátok ki. Ezt az egész jelenséget még a mennyasszony síratásban és meg a halott síratásban is megjelenik, amit most éppenséggel nem hoztam olyan képeket, de ez itt lakodalmas legtöbb kép, ami nuntába készültek. És olyankor volt, hogy a mennyasszonynak az anyja, a mámája, síratta a leányát, hogy na elhagyja. És hogy nem akarok most síratni, mert nem is tudok, meg hát nem is vagyok anya, meg hát nem. Nem akarok, de az a lényeg, hogy ezek nagyon fontos rítusok, fontos dolgok voltak a mindennapi életben, és az emberek, akik ezt csinálták, azok nem is tudják, hogy milyen nagy segítség volt nekik, hogy azt a nehézséget, amit átéltek, csak ilyen dolgokba sikerült áttenniük. Na de, visszatérjünk a koncertünkre. Most egy kis szép zenét fognak hallani. Inkább úgy mondom, nem húzom tovább az út. Hallgassák szeretettel. Veres az ég tova felé, veres az ég tova felé, s az én rózsám arra felé, s az én rózsám arra felé. Szeretsz-e még inget?
paradjék. Hagyjad rózsám domborodjék, hogy a magyar Most megfigyelik a képet, itt a pózát, ahogy nálunk mondják. Balról a második, a nagymamám, anyum, Timár Magdó, születve és férjhez menve Tamás Magdó. Lehet, hogy sokan hallottatok róla, ismerik. És ez a családja. Balról az apukája, vagyis az én dédapám, jobbról az anyukája volt, és a két testvére. Itt éppenséggel a testvérének az esküvén voltak, és lehet róla szó sok mindenről, viseletről, meg hát, na, szokások, de nem lehet, ilyen rövid idő alatt nem lehet mindent megbeszélni. Jöjjenek el, várunk mindenkit pusztinába, táncolni, tanítani, mindenhogy csak jöjjenek. Legyünk együtt. Még egy hórát, Nártisztó. Akkor hallgassanak egy hórát Bece Nártisztó még. Köszönjük, hogy
itt lehetünk, még nincs vége, ne aggódjanak. Csak szerettem volna köszönetet mondani még egyszer, hogy Otóról egy kis lelkületet tudtunk hozni, amit műnk megtanultunk volt a Magyar Házban, a nagyszülőktől, a faluból hozzunk, hogy egy kicsit érezzék, hogy milyen eső, hogy az ember félreteszi minden búját, és csak itt van mába, pillanatba, énekel, zenél, és csak élvezi az életet, még hogyha nagyon sok keserűség is van az életben mindenkinek. Kérem, következő műsorszámunk a Csángó Bálón adtuk elő, mint első műsorszámunk, a katonás műsorszám lesz, amit abból a lehetőségükből adódott, hogy a Csángó Bálon a katona téma volt ebbe az esztendőben, és nem a nagy színpadon, hanem a kis színpadon mi meg fel tudtunk lépni először, mint pusztinai kakasok, és ez volt a mi műsorszámunk. Ezért hallgassák szeretettel ezt a összeállítást.
Köszönjük a lehetőséget, ahogy a Robi is mondta. Köszönjük a közreműködőknek, hogy kisegítettek, mert a többi pusztínai kakas nem ért sajnos rá, így hát így segítségünkre lettek. Adjunk egy nagy tapsot nekik. Hát így van. Isten fizesse meg. Köszönjük. Köszönjük Kenteknek is, hogy eljöttek és meghallgattak minket. Reméljük, hogy tetszett, és kérjük, hogy kint várjuk a táncot. Reméljük, hogy maradnak táncházba, így hát kicsit táncoljunk együtt, na, fújjunk együtt. Maradjanak békével, ahogy nálunk mondják, és köszönjük szépen a lehetőséget. Isten fizesse! Mm.